Ötödik fejezet. A fehér majom. Kala odaadóan táplálta a kis árvát, és csöndben csodálkozott, hogy sehogyan sem akar ugyanolyan gyorsan erősödni és ügyesedni, mint más anyák kis majmai. Csak nem egy év telt el azóta, hogy az apróság hozzákerült, míg végre megtanult egyedül járni. Ami meg a mászást illeti, jaj, hát abban rémisztően ügyetlen volt. Kala néha elbeszélgetett a többi nősténnyel egy szép reményű ifjoncról, de egyikük sem értette, miként lehet az, hogy egy gyerek ilyen lassan és nehezen tanul meg gondoskodni magáról. Még ennivalót sem volt képes egyedül keresni magának, pedig már több mint 12-szer telt ki a hold azóta, hogy Kala rátalált. Ha tudták volna, hogy a gyerek 13 teli holdat látott már, mire Kalához került, teljesen reménytelen esetnek minősítették volna. A saját törzsük kis majmai 2-3 hónapos korukba voltak olyan fejlettek, mint ez a kis idegen 25 hónaposan. Tublat, Kala férje mérhetetlenül bosszús volt. Ha az anyamajom nem ügyel olyan gondosan, már régen tett volna arról, hogy a gyerek ne legyen láb alatt. Soha nem lesz belőle felnőtt majom, hajtogatta. Örök életedbe mindenhova cipelheted magaddal, hogy megvédelmezd. Mi haszna lesz belőle a törzsnek? Semmi, csak kolonc lesz a nyakunkon. Hagyjuk itt, hadd aludjon szépen a jó magas fűben, te pedig szűj erős, igazi majmokat, akik majd támaszaink lesznek. Szó se lehet róla, betörtor, felelte Kala. Ha életem végéig magammal kell cipelnem, akkor addig fogom cipelni. Akkor aztán Tublat elment Kercsakhoz, és kérte, vesse latba tekintélyét, és kényszerítse Kalát, hogy hagyja sorsára a kis Tarzan, mert hogy ezt a nevet adták az aprócska Lord Greystocknak, ami annyit tett, hogy fehér bőrű. Amikor Kercsak szóba hozta Kala előtt a dolgot, Kala azzal fenyegetőzött, hogy ha nem hagyják békében a gyerekkel, búcsút mond a törzsnek. Mint hogy ez minden dzsungel lakónak elidegedíthetetlen joga, amennyiben nem tud kijönni saját népével, nem piszkálták többé. Kala szépen fejlett fiatal nőstény volt, akit nem akartak elveszíteni. Tarzan közben övögetett, s mind szebb előmenetelről tett tanúbizonyságot. Mire 10 éves lett, már kitűnően tudott mászni, a földön pedig számtalan olyan dolgot produkált, ami messze meghaladta kis fivérei és nővérei képességét. Sok mindenben különbözött tőlük. Gyakran bámulták is értelmi képességeiért, de erő és testalkat dolgában nem vehette fel a versenyt velük, hiszen 10 éves korukra a nagy emberszabású majmok már teljesen kifejlődtek. Némelyikük 6 lábnál magasabbra is megnő, míg a kis Tarzan még mindig csak növekedésbe lévő fiúcska volt. De micsoda kis fiú? Kora gyerekségétől kezdve megtanult ugyanúgy ágról ágra ugrálni a kezével kapaszkodva, mint hatalmas testű anyja. Amikor idősebb lett, nap-nap után órákon át kergetőzött fivéreivel és nővéreivel a fák koronáján. 20 láb távolságot tudott átugrani az erdő tetejének szédítő magasságában, aztán tévedhetetlen biztonsággal és mindenféle görcsös erőfeszítés nélkül kapaszkodott meg a túloldalt. Úgy röpködött a levegőbe, mint a vihar előszelének útjába került vadul hajladozó ágak. 20 láb magasságból egyetlen lendülettel vetette le magát ágról ágra ereszkedve a földig. Máskor meg olyan könnyedén és fürgén szökött föl az égre törő trópusi faóriások csúcsára, mint a mókus. Bár még csak 10 éves volt, ereje már is elérte az átlagos 30 éves férfiét, és sokkal ügyesebb volt, mint amiről a legképzettebb atléta valaha is álmodhat. Ráadásul napról napra erősödött. Boldogan élt ezek között a vadmajmok között. Emlékezetében nem őrizte másfajta életképét, és nem is tudta, hogy a földkerekséggel létezik más is, mint az erdő és azok a dzsungel lakó vadállatok, amelyeket ő ismert. Ekkora már kezdett feltűnni neki, hogy mekkora különbség van közte és társai között. Naptól, széltől barnára sült kis teste hirtelen rettenetes szégyenérzetet okozott neki. Látnia kellett, hogy teljesen szőrtelen, mint valami undok kígyó vagy másfajta csúszómászó. Úgy próbált meg segíteni ezen, hogy tetőtől talpig sárral kente be magát.
de a sár megszáradt és lepattogzott a bőréről. Ráadásul olyan kényelmetlenül is érezte magát, hogy gyorsan elhatározta, inkább elviseli a szégyent, mint a kényelmetlenséget. A hegyvidéken, ahol a majomtörzs előszeretettel tartózkodott, volt egy kis tó. És itt a tiszta, csendes vízfelszínen pillantotta meg Tarzan először a saját arcát. A száraz évszakba történt az egyik tikkasztóan meleg napon, hogy ő és egyik társa lementek a partra inni. Amint lehajoltak, mindkettőjük kis arca megjelent a békés víztükörben. A majom vad és riasztó fizimiskája mellett a régi angol család sarjának arisztokratikus arcvonásai. Tarzan elszörnyedt. Nem elég baj az neki, hogy szörtelen a teste, most még ez a rémes ábrázat is. Csodálta, hogy a többi majom egyáltalán képes ránézni. Micsoda csúf, résnyi kis szája van, apró fehér fogairól nem is beszélve. Nem is lehet egy napon emlegetni szerencsés sorsú társainak nagy széles ajkával és hatalmas szemfogaival. Aztán a kis csenevész orra. Olyan keskeny, mintha menten el akarna sorvadni. Elpirult, amikor összehasonlított a társának óriási szép orjukaival. Micsoda kapitális orr! A fél arcát beborítja. De jó is lehet, ha valakit ilyen szép külsővel áldott meg a sors, gondolta szegény kis Tarzan. Hát még amikor megpillantotta a szemét. Az aztán végképp lesújtotta. Közepén egy barna pötty, amelyet szürke sáv vesz körül. Végül az a nagy, tiszta fehérség. Rettenetes. Még a kígyó szeme sem olyan visszataszító, mint az övé. Annyira lekötötte a figyelmét saját arcvonásainak szemügyrevétele, hogy nem hallotta meg, amit lassan szétnyílik mögötte a fű, és egy nagy testű állat óvatosan lopakadik feléjük. Társa az igazi majom sem hallotta, mert ő megivott. Ahogy ajkával szürcsölte a vizet, és jól esően nagyokat kortyolt, a zaj elnyomta a hivatlan látogató halk közelettének neszét. 30 lépésnyire a hátuk mögött lapult már szabor, a hatalmas nőstény oroszlán, és izgatottan csapkodott a farkával. Óvatosan tapogatódzott előre nagy párnás mancsával, és nesztelenül letette a földre, mielőtt a másikat felemelte volna. Így jött egyre közelebb. Lelapult, hogy a hasa kis hián súrolta a földet, mint egy óriási macska, amely épp áldozatára készül rávetni magát. Végül már 10 lábnyira sem volt a két gyanútlan kis játszópajtástól. Gondosan maga alá húzta két hátsó lábát. Hatalmas izmai csak úgy hullámzottak gyönyörű bundája alatt. Annyira lelapult, hogy szinte egybeolvadt a földdel. Csak csillogó hátának domború íve látszott. Az ugrásra összpontosított. A farka sem csapkodott már ide-oda, csendben és mozdulatlanul feküdt a földön. Megmerevedett, mintha kővé vált volna, majd rettenetes üvöltéssel előre vetette magát. Szabor a nőstény oroszlán bölcsvadász volt. A kevésbé bölcsek számára az ugrás közben hallatott és a veszélyre is figyelmeztető bőszült ordítás talán bolondságnak tűnhetett. Hát, gondolhatják, nem vethette volna magát áldozataira sokkal nagyobb biztonsággal, ha csendben hangos üvöltés nélkül ugrik. Csak hogy Szabor nagyon jól tudta, hogy a dzsungel lakói milyen fantasztikusan gyorsak és mennyire jó, már-már hihetetlenül tökéletes a hallásuk. Az ő számukra két fűszál hirtelen egymáshoz súrlódása ugyanolyan holtbiztos figyelmeztetőjel, mint az ő leghangosabb ordítása. Szabor tudta, hogy a hatalmas ugrást minden apró nesz nélkül végrehajtani képtelenség. A vad üvöltés pedig nem figyelmeztetés volt. Az volt vele a célja, hogy szegény áldozatai rövid időre rémült mozdulatlanságba dermedjenek. Ez elegendő is ahhoz, hogy hatalmas karmait belemélyezze puha testükbe, és kilátástalanná tegye számukra a menekülést. Ami a majmot illeti, Szabor jól is számított. Szegény kis állat csak egy pillanatra húzta össze magát reszkető tagokkal, de ez a pillanat elegendő volt ahhoz, hogy beteljesedjék végzete. Nem így Tarzan. Az embergyerek a dzsungel veszedelmei között leért évek során megtanult magabiztosan szembenézni a helyzettel. Intelligenciája folytán szellemi reakcióinak sebessége messze meghaladta a majmok képességeit. Így aztán Szabor, a nőstény oroszlán üvöltése a kis Tarzan agyát és izmait azonnali cselekvésre ösztönözte. Előtte a kis tó mély vize, mögötte pedig a rettenetes karmok és tépőfogak képébe közeledett a biztos, borzalmas halál. Tarzan mindig is utálta a vizet. Csak szomját szerette oltani vele.
Azért gyűlölte, mert agyába a szakadó eső nyírkos hidegének és kényelmetlenségének képzete társult hozzá. Félt is tőle. A vihart kísérő dörgés, villámlás és szél miatt. Vad nevelőanyja is arra tanította, hogy kerülje a tó mélyvizét. A saját szemével is látta a kis Nita esetét, aki alig pár hete süllyedt el a csendes víz mélyén, hogy soha többé ne térjen vissza a törzshöz. De Szabor felhasonló üvöltése még szinte bele sem hasított a dzsungel csendjébe, amikor Tarzan villámgyors agya már felmérte, hogy a két rossz közül melyik a kevésbé rossz. Még mielőtt az óriási fenevad az ugrás felét megtehette volna, már is a hűvös vizet érezte összecsapni a feje fölött. Nem tudott úszni, és a víz nagyon mély volt. Maga biztossága és leleményessége felsőbbrendűségének eme két megkülönböztethető jegye, azért szemernyit sem csökkent. Sebesen kapálódzott kezével, lábával a béli igyekezetébe, hogy valahogy felküzdje magát a víz felszínére. Valószínűleg inkább véletlenül, mint sem tudatosan ráhibázott arra a mozgásra, ahogyan a kutyák úsznak, így azután pár másodperc múlva az orra már kint volt a víz fölött, és rájött, hogyha folytatja a rukkapálást, végképp fent tudja tartani magát, sőt, még halad is előre a vízben. Nagyon meglepődött és egyben megörült új tudományának. De nem ért rá sokat gondolkodni a dolgon. Párhuzamosan úszott a parttal. Jól látta a kis játszópajtás a mozdulattan teteme fölött kuporgó kegyetlen fenevadat, amely kis hián elkapta őt is. Az oroszlán kitartóan figyelte Tarzant. Nyilvánvalóan arra számított, hogy előbb-utóbb kimegy a partra, de a fiúnak eszeágában sem volt távozni a vízből. Ehelyett a törzsében végveszedelem esetén használatos segélykiáltást hallatta, megtoldva a figyelmeztetés jelzésével, nehogy a segítségére sietők Szabor karmai közé rohanjanak. Szinte azonnal felhangzott a válasz a távolból, és kis idő múlva már is 40-50 hatalmas testű majom suhant sebesen az erdőn keresztül a tragédia színhelye felé. A csapat élén kala haladt. Megismerte a szívének legkedvesebb lény hangját, és ott volt mellette annak a kismajomnak az anyja is, aki holtan hevert Szabor lábainál. Az oroszlán hatalmasabb volt ugyan, mint a majmok, és a természet jobban ellátta őt harci eszközökkel, de azért mégsem kívánt szembeszállni ezekkel a dühött felnőtt állatokkal. Ezért gyűlölködve feléjük horkantott, majd gyorsan bevetette magát a bozótba, és eltűnt a szemük elől. Tarzan ekkor a partra úszott, és gyorsan kimászott a szárazra. A hideg víz okozta friss és felpesdült érzés kellemes meglepetésként áradt szét testébe, és ezután soha nem szalasztotta el többé az alkalmat, hogy naponta megmártózzék. Kala hosszú ideig nem tudott megbékélni a látvánnyal. Bár az ő népe tudott úszni, ha rákényszerült, de önszántunkból soha nem mentek vízbe. Az oroszlán kaland sokáig kellemes emlék maradt Tarzan számára. Az ilyesfajta esetek voltak azok, amelyek változatosságot hoztak a mindennapi élet egyhangúságába. Máskülönben csak a táplálékkeresés, evés, alvás, unalmas körforgásából állt az egész. A törzs, amelyhez tartozott, egy meghatározott területen kóborolt, mely körülbelül 25 mérföld hosszú volt a tengerpart mentén, és nagyjából 50 mérföldnyire nyúlt be a szárazföld belsejébe. E térségen belül szinte állandóan úton voltak. Néha ugyan hónapokra is megtelepedtek egy-egy helyen. Viszont ha a fák ágaira felkapaszkodva vándoroltak, gyakran mindössze néhány nap alatt bejárták az egész területet. Sok minden attól függött, hogy mennyi táplálékot találtak, milyenek voltak az időjárási körülmények, és milyen gyakorisággal tűntek fel a közelben veszedelmes állatok. Előfordult persze, hogy Kercsak egyszerűen csak azért meneteltette őket hosszú ideig, mert unta már az egy helyben üldögélést. Éjszakánként ott aludtak, ahol a sötétség meglepte őket. A földre feküdtek le, és olyankor a fejüket, ritkában a testüket is betakarták a begónia óriási leveleivel. Ketten-hárman össze-össze bújtak, egymást átölelve és melegítve, ha az éjszakák hűvösek voltak. Tarzan is így aludt az évek hosszú során minden éjszaka kalaölébe fészkelve be magát. Hogy a hatalmas fenevad szerette ezt a más fajból származó gyereket, ahhoz kétség nem félt. A maga részéről ő is elhalmozta mindazokkal a gyöngéd érzelmekkel a szőrös testű óriás állatot, amelyek édesanyját illették volna meg, ha életben lett volna. Igaz, ami igaz,
Ha engedetlen volt, Kala lekevert neki egy-egy nyaklevest, de sokkal gyakrabban ajnározta, mint fegyelmezte a gyereket. Tublat, a párja, mindig is gyűlölte Tarzant. Számos alkalommal hajszálon múlt, hogy véget nem vetett az ifjonc pályafutásának. Tarzan sem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy kimutassa és teljes egészében viszonozza mostoha apja iránt a táplált érzéseit. Ahányszor csak lehetősége nyílt bosszantani őt, grimaszokat vágni az orra előtt, vagy sértéseket vagdosni a fejéhez anyja karjainak biztos védelméből, mindig meg is tette. Intelligenciája és gyorsan vágó eszerévén ezer ördögi csalafintaságot eszelt ki Tublat életének megkeserítésére. Még egészen kisfiú volt, amikor rájött, hogy a hosszú fűszálakat összesodorva és egymáshoz erősítve miként lehet kötelet készíteni. Ezzel aztán örökké azon mesterkedett, hogy elgáncsolja Tublatot, vagy egy lelógó ágról hurkot vessen a nyakába. Mivel állandóan a köteleivel játszott és kísérletezgetett, Tarzan kitanulta az egyszerűbb csomó fortéját és azt is, hogyan lehet csúszó hurkot készíteni. Most már ezzel szórakozott ő is, meg a többi majom gyerek is. Akármit csinál Tarzan, ők is rögtön megpróbálkoztak vele. Minden új ötlet azonban Tarzantól származott, és csak is ő fejlesztette tökére a tudását. Amint egyik nap így játszogatott, Tarzan az egyik távozó pajtás után hajította a kötelét, amely egyik vége ott maradt a kezében. A hurok véletlenül pont a szaladó majom nyakára tekeredett, aki hirtelen megkökkenve állt meg. Jaj, de jó játék, micsoda nagyszerű játék, gondolta Tarzan. Azonnal újból megpróbálkozott a mutatvánnyal. És aztán így aprólékos és kitartó gyakorlással lassanként elsajátította a losszóvetés művészetét. Ettől kezdve Tublat élete valósággal pokollá változott. Álmában, útközben, éjszaka vagy nappal, egy szóval soha nem tudta, hogy mikor szorul meg a nyakán a csöndben suhanó horok, amely kis híján belé folytotta a szuszt. Kala számtalanszor megbüntette Tarzant. Tublat pedig megesküdött, hogy iszonyú bosszút áll. Amikor az öreg kercsáknak fülébe jutott a dolog, ő is figyelmeztette és megfenyegette. De mint hiába, Tarzan dacolt mindegyikükkel. A vékony, de erős hurok újra meg újra Tublat nyakába kötött ki. Rendszerint akkor, amikor az a legkevésbé sem számított rá. A többi majom számára Tublat megcsúfolása végtelenül jó szórakozást jelentett. Betört orr mogorva vén fickó volt, akit amúgy sem szeretett senki. Tarzan okos fejében sokféle gondolat fogant meg. Ezek mind az értelem dicsőséges hatalmának megnyilvánulásai voltak. Ha sok fűszából font hosszú karjával képes fogjul ejteni majomtársait, miért ne tehetné meg ezt szaborral, a nőstény oroszlánnal is? Ez volt a csírája annak a gondolatnak, amely aztán félig tudatosan, félig öntudatlanul egyre fort erjedt az agyában, és végül nagyszerű tettekhez vezetett. De ez már a későbbi évek krónikája.